Sziasztok, Karvaj vagyok, ez pedig egy kis minisorozatnak a kezdete, amelyben kiereztem az abszonát a seggemből, és elmondom, hogy melyik pályát miért gyűlölöm. És némelyik pályáról miért gondolom azt, hogy nincsen kiegyensúlyozva, és valamelyik kezdőfélnek, oldalnak jelentős előnye van a csata szempontjából. Szóval, kezdjük is mindjárt a legidegesítőbb, legundorítóbb, legpocsékabb és legújabb pályával, Pearlyvöllel, vagyis Dragonreach 2.0-val. Ez nem az a replay, amit eredetekben akartam mutatni, az is T-34-es, de az valahogyan sikerült elveszítenem, nem tudom, hogy hogyan. Szóval, most csak ez van. Viszont lényegében az is ugyanez a... Tehát igazából a két replay ugyanaz, csak ott egy szinttel feljebb voltam, és sokkal több mindent szereztem, például egy védőmedet. Itt is majdnem, vagy hát itt is hasonlóan történtek a dolgok, igazából szinte ugyanúgy, csak nem játszottam olyan eredményesen pedig itt, és szinte még kisebbek is voltak az ellenfelek. Akárhogy is, a tanulság ugyanaz, amit majd a replay végén felfedek előttetek ezzel a pályával kapcsolatban. Szóval TR5, T-34, Pearlyvöll, és... ja, heavy tankból nincsen sok, úgyhogy ez nem lehet gondolni, az AT2 az tipikusan elég szívós tank. De alapvetően ki van egyensúlyozva a két csapat, bár az ellenfélnél a kis Lefos Klocu, ő egy epic játékos, akit így közvetve ismerek. Egy igen erős játékos, és majd meg is mutatja, hogy hogyan is tudja használni ezt a francia premium artiát. Szóval délre indultam, mert északra nem tartom különösen értelmesnek, hogy közepes tankokkal vonuljak a szűk földútra. Itt oldalva támadás meg ilyesmi lenne a cél itt a peremvidéken. Egyelőre még nem sok minden látok rá, és le is mattam a többiekhez képest, mert próbálok sniperködni picit, hát hogyha összejön. Hát igen, türelemjáték. Azonban a csapatunk elég csúnyán veszti a játékosait. Az a kis kacsa pedig pont meglóg, de sikerült egy hülye ilyen láncolom, igazából teljesen feleslegesen. Igazából most így utólag visszanézve valószínűleg, hogyha agresszívebben nyomulok előre, akkor más vége is lehet van ennek a csatának, de... Hát ezzel már nem tudok változtatni. Valószínűleg azt a lead azt eltaláltam, itt már nem. Pont megfelelően lőttem elé a Panzeron Penny-nek, itt már nem, úgyhogy a kettőből csak egyik talált, a harmadiknak pedig egy szikla volt előtte. Pedig megint elrontottam. Panzerünk pedig kiszedte elő, AMX-40, átvonul. A dicsőséges kocsa. Sikerült lepattannom róla, szívós kis dög. Azonban most kezdődik a probléma, északon kikaptunk. Az a sok pötty az azt jelenti, hogy ott ezeket a tankokat észleltük legutóbb, és mivel már senki nincs a közelbe, feltételezhető, vagy hát logikus következtetés, hogy itt mindenki, aki erre ment, meghalt. Ez bizonyítja az is, hogy egy kávéjegyünk is meghalt, és ott volt egy kávéjegyünk, szóval ez itt így elég problémás. Kávéjegyünk, Stugunk, T-34-ünk, ők hazamehetnének a bázisra, esetleg még a Panzer 4 is, itt délen pedig tudnánk tovább nyomulni a T-49-el, de nem. Ez ugyebár 5-ös szint, itt a legtöbben még eléggé újoncok is nem tudják ezeket a dolgokat leolvasni a térképről, szóval nem okoskodták ki, hogy haza kéne menni. Viszont nem védi senki a bázist, a Wolverine pedig már egész közel volt észlelve a bázishoz, szóval itt az ide, hogy hazainduljak. Azonban azzal a replay-el szemben, amelyeket nem tudom bemutatni, ott ugyanezt történt, csak ott nem jöttem el idáig, hanem csak kb. Idáig, azért nem nyomultam előre korábban agresszívan, mert gondoltam, hogy éjszakon veszíteni fogunk. Itt túlságosan visszamentem, és ezen a nyomorult földúton nem fogok tudni hazaérni időben. Vagy hát hazaérek, de már nem időben, túlságosan késő lesz ahhoz, hogy bármit is kezdjek az ellenséggel. Nézzétek meg, 30-al megyek maximum legjobb esetben. Pocsék, sáros földút, egész így ki van húzva délre peremvidék. Lefos közben elkapta a T49-ünket is, szóval a Klucu dolgozik.
30-ig nem tudok felgyorsulni, közben már ketten foglalják a bázis, mindjárt beírom a harmadik is, és nem tudok ezzel mit kezdeni, ott van bent a harmadik. Senki nem jött haza, eszükbe se jutott volna, a kávé együnk meghalt ki a nélkül, kitűnő. Arra először töltök be, hogyha rálátok valamire, akkor az biztos átüssem, csak az, ahhoz előtt el kell találni. Szóval itt most az épületek felé veszem az irányt, azonban észrevettem őket, ha kevés az idő, ők is biztosan észrevettek, megpróbálom eltalálni őket, de egy mellé ment. Épp hogy maradt bennem egy kis HP, újra töltök, meglődöm a stukot, sikerült mellé lődöm, én is meghaltam. Ennyiből állt. Szóval... ez az alsó vonallal összefüggésben még egyet, egy csatát még gyorsan bemutatok, hogy lássátok a következtetést. A lényeg az lenne egyébként, hogy ezen a pályán ennek itt így teljesen egyáltalán nincsen semmi értelme. Tehát ide elmenni nincs értelme, nincsen haszna. Egy-két tankot ide küldtök, úgyse fog eljönni itt semmi. Az a kettő feltartja őket, amíg itt átnyomulnak, akkor kész. Mert ez a távolság így egy ilyen fél kilométer maximum, és rohadt közel van így egymáshoz a két bázis. Ráadásul tüzérséggel szemben nagy rész le is van fogva. Ami a probléma, így nincsen másnak értelme, csak erős frontpáncélra rendelkező nehéz tankoknak, meg esetleg tankvadászoknak. Közepes tankok ezen a pályán teljesen feleslegesek, úgy szintén a felderítők, bár a felderítők tekintve, vagy attól függően milyen gyorsak, esetleg kicsit megszivathatják a hátulról az ellenséget, hogyha ott nincsen nagy fedezet, de ez a pálya az itt teljesen rossz, tehát ennyi a hadszintér. Ez az, ami számít, hiába nyerünk itt délen, éjszakon nyertek, akkor úgyis megnyerték a csatát is. Szóval ezúttal végre szerencsémre nem közepes tankkal dobott be erre a nyomorult pályára, hanem nehéz tankkal, nem is akármilyen az IS-3-mal. Linkin társaságában. Itt azt hiszem, mikor ezt játszottuk, még az IS-8-ra gyűjtöttük nekem erőteljesen az XP-t. Szóval, rengeteg nehéz tank, 3-9 szintű tank mind a két oldalon. Nálunk szakaszon vannak, ennek előnynek kéne lennie. Sajnos nem lesz az, spoiler. Tüzérségből csak egy van, de éjszakon nem is nagyon fog számítani. Szóval ezúttal nem DL-nek megyek, ott már párszor megszívtam. Most elmegyek éjszakra, megnézzük, mit tudunk kezdeni ezzel a folyosóval, mert nagyon úgy néz ki, hogy aki azt ott megnyeri, az megnyeri a csatát. Tehetve egy pedig dombot mászna. Az a Leopard prototype pedig... meglepően kövér. Egy közepes tankhoz képest legalábbis én úgy gondolom, hogy kicsit furcsán nagy darab. M103-unk sajnos stock, viszont mégis stock M103-nak is. Olyan ágy olyan, mint egy IS-3-nak célzás, vagy hát gyorsabban céloz, de ugyanolyan pontatlan. Ezt az amerikai játékosok, ugye az amerikai tankokkal játszók, ezt pontatlannak nevezik. Szerintem teljesen megfelelő, rengeteg szovjet ágy után, mert nem igazán jelent problémát. Szóval mindig innen ezt a kis kanyart fogtok le, van itt három lehetőség. És itt velünk szemben van egy másik IS-3, akit esetleg áttolhatnánk. De van mellett még egy T-32. Szóval a helyzet az, kiegyensúlyozhatok az erőviszonyok, mert mi itt kettő darab 8-as szintű nehéz tankkal feltartunk két ellenséges 8-as szintű nehéz tankot, tehát így egálban van a két csapat. A csapatunk mégsem tudja ezt, hát ha nem is kihasználni, de kompenzálni. Tehát mi itt ketten leálltunk, és a csapatunk közben elbukik. Ennek lettek majd szemtanúi. Aztán még picit fel is gyorsítom, mert itt most próbálkozom itt döntéseken, meg hajlásokkal, hogy biztonságosan kinézhessek, de nem akarom megkockáztatni, hogy megbombáznak, vagy hasonló. Ez a két tank elég csúnyán le tudna amortizálni, hogyha úgy lőnek meg. T-32 a láncszavamat lőtte meg, most kezdődik az ütközlet, Linkin visszalőtte, az IS-3-at lenne célszerű kilőni, azonban őre pont nem látunk rá. Az IS-3 pedig elég sok lövedéket furcsán meg fog enni az oldalával, sebzés nélkül. T-32-t sem sikerült megsebeznem, szóval... eddig elvesztettünk egy IS-8-ot, ők elvesztettek egy kometet, most elvesztettek egy tigrist. Azonban nekem ebből, most elvesztettünk még 900 tűntalankot, ebből az volt a következtetésem. Azt a batást kellett, hogy a mi csapattagjaink, akik tőlünk jobbra harcolnak, azok csak a kis szintű tankokra mennek rá.
Hát szépen belelőttünk egymásba a nullát, nullát. T-32 is láncomat lövik erőteljesen. Tehát már elvesztettünk egy rakás magas szintű tankot, ellenségből még csak heteseket öltünk meg, szóval ez megint az a géniusz csapat, akik csak a kis szintűeket lövik, mert az olcsó XP. Húrdúr. Abban nincsen kívás. És mire felleszmérünk, már be is vagyunk kerítve. Szóval mi ezt a sarkot, ahogy Linkin kiemelte utólag, tökéletesen megfogtuk, tehát itt nem volt semmi gond, sőt már mi álltunk nyerésre, de a nyomorult csapattársaink kihaltak. Ezen kívül, ha azt a T-32-t most nem sebeztem volna belőle 345-öt, hanem kicsit magasabbat és megöltem volna, ami simán beleférne a sebzésembe, akkor ezt nem kellett volna most ráköltenem, és még azt a T-34-et is magammal vihettem volna. Esetleg. Viszont így 11 másodpercet váratnom kell magamra, illetve kétszer leláncolnak. Plusz egy golyót már nem tudok beleereszteni, szóval nem volt lehetőség megvalni. De még ne lépjünk ki, lássuk, hogy mit is csinál a többi csapattársunk. Mellesleg itt éjszakot elég erőteljesen elvesztettük, alig szedtünk ki ellenséges tankot. Ez az IS-6 például nem tudom, hogy mit csinál itt. Nekünk neki is oda kellett menni a kanyomba. Ezt mondjuk jól csinálta, de... Az IS-6 egy szívós kis dolog. Bár végül is 900 idő csatában talán én is így döntöttem volna, mert az IS-6 ilyen szinten közepes és könnyű tankok ellen a legjobb, mert oda nem nagyon kell magas szintű átütésű ágyú, viszont a sebzésem megvan a medium tankok ellen, illetve a páncél is azok ellen a legjobb kis kaliberű ágyúk ellen, ugyebár. De FI mérő alapján láttam, hogy nem egy zseni, és biztos voltam, hogy a T-34 ellen elkövet majd valami hülyeséget. Itt például nem ment elé, hogy egy mozgó T-34-et meglőjön, kivégezze, és ezt a kanyart nem tudom, hogy gondolta. Így bevenni. Zseniális. Kapott egy gyönyörű 400-ast az oldalába, legalább a T-34-et elkapta, de a bázist így is bukjuk. És ami nekünk van T-34-ünk a bázison, az egy gyáva féreg. Egyszerűen nem hajlandó elmozdulni a helyéről, letámadni, resetelni, időt szerezni a csapatunknak, semmi ilyesmi. Mindjárt átváltok az ő kameranézetésre is. Akár is a tanulság, ismét csak az, hogy habár itt délen a szélesebb körön nyertünk, de éjszakon vesztettünk, és így igazából az a déli győzelmünk teljesen feleslegesé válik, mert ott egyszerűen annyival messze van a bázis, hogy nem érhetünk oda mi is foglalni, és igazából itt ennyi. Nem lehet vele mit kezdeni, délen nyerünk, teljesen felesleges. Csak az északi győzelem számít ezen a pályán sajnos. Az előző csata örömére, hogy picit visszahozom a pénzemet, az IS-6-ot hoztam el, sokkal jobban farmolja a pénzt az IS-3, tekintve, hogy ez egy premium tank. Az ellenkező oldalon kezdtünk, ami itt ezt az északi utat tekintve előnyösebb is, legalábbis én úgy gondolom, ha át is törnek. Itt ez a híd, nem egyszer volt már vele tapasztalatom, hogy elég csúnyán meg lehet szívni, talán majd arról is feltöltök riplit, mert nem tudom, hogy az nem eltűnt el még, T-50-nel, akárhogy is. Egyre nézzük ezt. Szóval, ismét Linkin, ne vagyok ő, ismét IS-3-at hozott ágyúban előnyben van, nekem viszont jobb a páncélzatom. Szóval ismét észak. Ez most egy sokkal a kedvezőbb matchmaking, tehát ez valami gyönyörűséges, nagyon ritkán kapok ilyet az IS-6-tal sajnos. Összesen 4-en vagyunk 800 szintű tankok, alattunk egy darab 7-es, és utána az összes tank 6-os. Tüzérség pedig kis szintű. Mi kaptunk egy Churchill 1-et sajnos, de hát majd mi Linkinnel kompenzáljuk a hátrányt, remélhetőleg. Egyébként hangulatos kis pálya, ezzel nincs olyan gond, tehát nem azt mondom, hogy nem néz ki jól, csak annyira ostobán van felépítve, annyira kispóltak belőle mindent, ilyen tervezés és kivitelezés időtartam ilyen 2 nap lehetett, vagy annyi se. Nagyon olcsó. Ezt pedig nem tudom, hogy hogyan követtem el. Sikerült úgy megdönnöm a kávé, és lepattanjak róla. Csak 100 mm-re több az átütésem, mint az ő páncélzata. Arról a Stock Pantherről már lemaradtam. Stock KR-rel. A fejét kellett volna lőnöm, nem pedig az alsó lemezét, a 120 mm ilyen döntöttség mellett elég szívós. IS-3 ide adja talán nekem az oldalt, az nagyon vidám lesz. Nem, visszavonult. Viszont az ára még mindig ott van, kis szintűeket lövöldözni ez az ágyúval, fantasztikus. Nem tudom, hogy ott mit műveltem. Végül lőttem a tornyának a nyakát, elég vicces volt.
A páncélom igazából mindent elnyel, amit rám tudnak küldeni. ISM szerintem csak leláncolom sikerült, az AR-rel 359-et sebzett belém, mivel? Vagy a KV1-es lett volna? Valószínűleg a KV1-es volt. AR-rel meg a lánctában lőtte meg. Kis nyomorult oldalba talált. Akár is itt a bosszum, közben Linkin kapott pár elég csúnya találatot, de most már kicsit agresszíven fogok játszani. KV1-es gondolkod kinyírtuk, erre sosem fog tudni átütni az a stokkágyújával. Legalábbis bízom benne. Szóval erre lehet itt az ideje kivégezni. Most a fejét lőttem, jó nagy lemez. Jó nagy felület. IS-3 oldalát látom. Elég kövér találat. Na, most, hogy ezeket itt felőrültük, végre elindultunk áttolni az ellenséget. Az a csörcsét pedig nagyon súnyi lesz, a szuszálazat ölném meg elsősorban. Azzal az ágyúval igazából gond nélkül le kéne tudnom pattintani a frontomról. Jó, van, én látom a kupoláját, ő nem látja az enyémet. Sokkal laposabb a tornyom. A csörcsét pedig nem is tudom, mit akar Linkintől. Ej! Szuszáznak a roncsa, nem figyeltem. Tök mindegy, mehetünk tovább. És igazából itt ennyi. Persze ebben a csatában délen is nyertünk, de az ellenségnek a Hellcat-je, Super Pershing-je, T-34-je délen nyertek volna, akkor is mi nyernénk, mert annyival hamarabb visszatunk, hogy be tudunk érni az ő bázisokra, mint ők a miénkre. Esetleg ha elég gyorsan észrevennék és megpróbálnak resztetelni, akkor lenne esélyük, de nem. Annyira az északi útról van, északi útról van kiilletve ez a pálya, hogy az valami borzasztó. Oh, man, hello. Láthatátok a borzalmasan lassú célzás idejét az IS-6-nak, bár azt hiszem itt nem volt célzás gyorsítom, csak vertikális stabilizátoron felszerelve, úgyhogy itt lassabb is a célzásom, mint egyébként lenne. Azóta ezt már leséltem, most a ventilátoromat feladtam meg egy kis töltés időt azért sem, hogy pontosan legyen a tankom. Ezt a T-34-et elég szépen oldalba kaptam. Tehát Top Gun lenne a cél, ha már van 5 killem. De biztosra vettem, hogy nem lehet meg, tehát annyira messze vannak ezek a szerencsétlenek, és annyira pontatlan az ágyú ilyen távolságból már, hogy elég nehéz lenne ezt megszerezni. Abban biztosok, hogy esetleg valamelyikük még így előbújik olyan helyre, ahol meg tudom őket lőni, már csak ketten vannak, nekem egy kill kéne. Az IS-6 az felkeltette az érdeklődésemet. Kis butos összefésszem azok. Főleg, hogy már csak ő van potenciális Top Gun-ként. Aj, bújj már el, te nyavajás. Hop, hop, hop. Csodálatos. Azt hiszem, ez az első Top Gun-om az IS-6-tal. Talán azóta nem is szereztem többet, nem egy friss replay, de ez is valami. Szóval Északról szól az egész nyavajás pálya. Sajnos. Erre van kiillezve túlzottan is. Eleve nem szeretem ezeket a kínai pályákat, túl sárosak, lelassítanak minden egyes tankot. Nem is tankokra van kitalálva, hanem Vietkongokra, na mindegy. Szóval, folytatni fogom még ezt a kis sorozatot. Különböző pályák miért pocsékak, nagyon kellemes ezekről a dolgokról beszélni legalább. Nem csak azok hallják, akikkel éppen szakaszozom. Aztán, Space Marine, ezzel töltöttem most a hétvégémet. Warhammer 40.000 Space Marine videójátékkal, majd töltök fel vele a videót, csak előtt meg kell oldanom, hogy ne laggoljak. Úgy néz ki, hogy lehet új processzor kell talán, vagy a ventilátoromat kell megnéznem, mert elég csúnya FPS zuhanásaim szoktak lenni a játékon belül, ami zavaró, de majd megoldom. Aztán majd értesítelek benneteket, mert tervezek egy kis meglepetést Space Marine-nak. Másik dolog pedig 2000. feliratkozóra különlegesség. Kérdeztek, válaszolok. Ez úgyse volt még.
úgy hallottam, hogy a nagy YouTube-osok szoktak ilyeneket, nem vagyok különösebben nagy, de haladunk az úton, szóval... Ja, szerintem akár ez a videóhoz, hogyha ezt volt tőlemetek meghallgatni, akkor megérdemlitek, hogy kérdezhessetek. Kommentbe írjátok meg, milyen kérdéseitek vannak, aztán majd ezt így kiválogatok, összeállítok, aztán csinálok belőle valami válaszolgatós videót. Ja, ez lenne. Addig is, jó vadászatot nektek, Karva voltam, sziasztok!